1613-ban 5. Pál pápa szentelte fel ezt a csodálatos kápolnát, amely a Santa Maria Maggiore Bazilika bal oldalhajójában található. A mindössze 5 év alatt épült kápolna a pápa Salus Populi Romani Mária kegykép iránti mélységes odaadásáról tanúskodik. A pápa, aki áhítatosan szereti a Salus Populi Romani Mária kegyképet, amelyet a bazilikában őriznek, és amely igazi erekének tekinthető. A hagyomány szerint a képet Szent Lukács evangélista, a festők védőszentje készítette. 5. Pál pápa egy monumentális kápolnát emeltet, amely nagyon hasonlít ahhoz, amelyet Sixtus pápa alig 20 évvel korábban építetett. Felbérelt egy sor olyan művészt, akik már dolgoztak a Sixtus kápolnán, és akik időközben a Sixtus kápolna és a Pál kápolna építése között a Lateráni Szent János Székesegyházon dolgoztak, az 1600-as szent évre készülve. Guido Santi szakértői véleménye szerint ezt a kápolnát, amelyet Pietro Bernini, a legendás szobráz Gian Lorenzo Bernini apja tervezett, a barokk stílus szülőhelyének tekintik. Gian Lorenzo, aki fiatal fiúként csiszolt a mesterségét, jelentős szerepet játszott apja mellett a Pál kápolna építésében. Igazából már ebben a kápolnában is rábukkanhatunk annak a barokk irányzatnak a nyomaira, amely a 17. század művészetét jellemezni fogja, először Olaszországban, majd Európában, később pedig Dél-Amerikában és a világ többi részén. A kápolnát teljes egészében márványburkolat fedi, és nagy féloszlopok díszítik, amelyeket nagyon értékes márványból, úgynevezett Procatello di Spagnából készültek. A felhasznált márvány rendkívül drága. Nincs helye a takarékosságnak. Kevésbé értékes anyagokat nem lehetett használni, hiszen akkor nem adnák meg a kellő tiszteletet a kegykép felé, amelyet Róma városának legértékesebb kegyképeként tartanak számon. A Salus Populi Románira nem csak Róma lakóinak, hanem az egész római birodalom, vagyis az egész nyugati világ védelmezőjeként kell tekintenünk. Az oltár egy értékes ereklyetartó, amelyet ékkövekből és aranyozott bronzból készítettek. Ezt a pazarságot Máriának szentelték, és ez számos apró részletben nyilvánul meg. Általában a nyilvánosság számára nem látható részeket nem díszítették, de ebben, a Rómában egyedülálló esetben minden felületet arannyal vontak be. A kegykép olyan értékes, hogy egy nagy jelentőségű kép iránti odaadás vezette Szent Ignácot arra, hogy itt celebrálja első szent miséjét. Ferenc pápa is különösen tiszteli ezt a képet. Pápasága első napján, március 14-én, pontosan reggel 7 órakor látogatott ide, hogy virágot hozzon. Ferenc pápa Salus Populi Romani iránti odaadása túlmutat elődeién. Ő díszítette fel a kegyképet egy aranyrózsával, és a Televisa mexikói televízió N Plus streaming szolgáltatásának nemrég adott interjújában elárulta, azt szeretné, hogy ebben a bazilikában temessék el. 15. Gergely pápa, Sixtus pápa, Szent 5. Pius, 6. Pál, 11. Kelemen pápa. Ha így nézzük, akkor a Santa Maria Maggiore egyfajta kis Vatikán, pontosan azért, mert sok Máriát különösen tisztelő pápa akarta, hogy itt, nem pedig a Szent Péter Bazilikában temessék el. 5. Pál pápa nem csak nyughelyéül választotta a bazilikát, hanem 4. Miklós pápához hasonlóan úgy döntött, hogy itt fog lakni, és a sekrestyében alakította ki dolgozószobáját. Pápasága idején szembe kellett néznie a katolikusok és a protestánsok között kiéleződött vallási feszültségekkel Németországban, amely végül 1618-ban a 30 éves háború kitöréséhez vezetett. Az egész kápolna valódi üzenete a legfelső freskóban, a lunettában rejlik, amelyet Cavalier d'Arpino festett, aki abban az időben a legjelentősebb élő festő volt Rómában. Ezen a képen, ezen a freskón csodatevő Szent Gergely látható, amit megmutatja Máriának azt a szöveget, amelyet az 5. században írt az eretnekségek ellen.
Ötödik Pál pápa pontosan ezt a témát választotta, csodatévő Szent Gergelyt és a közel-keleti eretnekségek elleni szövegét, hogy kulturális és teológiai kapcsolatot teremtsen a régi és az új, nevezetesen Luther eretnek tanai között, amelyek azonban az években oly sok zavart okoztak a nyugati keresztény egyházban. A Santa Maria Maggiore Bazilika a korai keresztény hit élő tanúságtétele, az efezusi zsinat, az efézusi zsinat és az Istenanya iránti tisztelet megtestesítője, valamint csodák tanúja. Jézus alázatos születésének tárgyi bizonyítékait, a szűzanya korai ábrázolásait és Szent Jeromos egyház tanítónyuk helyét őrzi. A bazilika a tridenti zsinat fontos helyszíne, valamint Michelangelo, Bernini és a barokk úttörők képzőművészeti alkotásainak tárháza. Ezért olyan kedves Ferenc pápának a Santa Maria Maggiore Bazilika, és ezért szolgál lelki iránytűként számára a Salus Populi Romani Mária kegykép. Thank you.